Ki nem állhatom a nagy takarítást? Ó, még sosem láttam ilyen ragyogónak ezt a tükröt. Ezt a manóságot szerintem itt kimaradt néhány tavasz, törpapa. Lehet, hogy kicsit túlságosan felhalmozottak a teendők. Úgy látom, törpic úr segíteni akar nekünk. Ne, törpic úr, azt ne! Köszönöm, törpic úr, de nekem inkább a takarításban kellene segítened. Törppapa, ide néz! Törp 100 éve annak, hogy ezt nem láttam. Miről beszélsz? Akkor adtam neked ezt a játékot, amikor te még nagyon kicsi voltál. Igen, emlékszem, hogy játszottam vele, de arra már nem, hogy miféle játék is ez. Hidd el nekem, törpapa, fantörpikus játék ez. Nézd! Na, hogy tetszik, törpic úr? A manóba, törpapa. Lehet, hogy nyárig is eltart majd ez a tavaszi nagy takarítás. Lehet, hogy neked lesz igazad. Ne aggódj, barátom, majd én segítek neked. Mi a manó folyik itt? Ez különös. Az előbb, mintha mást hallottam volna. Csacaka, ne volt az időben. Na, megyek, folytatom a munkát. Törpapa! Törpapa! Mi van, okoska? Biztosan figyelmetlen voltál, törpapa. Majdnem kidobtad ezt a pótolhatatlan értékű könyvet, melynek címe Okoska törp utolérhetetlen bölcsességei. Még jó, hogy erre jártam, és megakadályozhattam ezt a tragédiát. Na de, kedves törpic úr, olyasmivel kellene játszanod, amiből tanulni lehet, nem ilyen ócska régi kacattal. Mondd csak, hová tegyem a remek művemet, törpapa? Tedd csak fel a padlásra. Én is ezt akartam javasolni, törpapa. Törpic úr, hova a manóba tűnhetett? Gyű a manóba! Nem te vagy az első törpi fionc, akit fára röpített ez a játék. De lehet, hogy ezt titokban kellene tartanunk. Így, né, maradj szépen itt, amíg mi takarítunk. Jól van, na, de aztán nekem nehogy a fa tetején végezd. De törpapa, sokkal jobban tennéd, ha időnként elfogadnád segítőkész javaslataimat. Hol itt a segítőkészség? Jó mulatást, törpic úr! Olyan szükségem van mindig a friss áponyás sütire, mint a növénynek a napfényre. Ki a manó csorhat el a sütimet? Ez aztán a rejtély. A menő manóját! Sokkal izgalmasabb dolog neked segíteni, kerti törp, mint takarítani. A tavaszi takarításra most nincs idő. Először el kell végezni a tavaszi ültetést. Nincs is fantörpikusabb dolog a friss tavaszi szellőnél. Ez
picúr! Ez különös, hová tűnhetett a törpi fioncunk? Tűha, ki tudja? Lehet, hogy a törpiekkel van valahol. A Manó mindenit. Nem gondoltam volna, hogy ez megesett. Megkeresem törpicúrt és azt a játékot, mielőtt bajba keverednek. Jó, mit nem adnék azért, hogy törpöt ebédelhessek? Az jó lenne. Oh, oda néz, szia, mi a kapás van, oda néz. Én törpöt akartam ebédelni, nem cipőtalpat. Láttad ezt, szia, mi a ú? Igen. Hamarosan remek fogásunk lesz. Egy friss törpicúr. Láttad ezt, szia, miau? Ez a vízi járkány valamiféle különös varázserővel rendelkezik. Lehet, hogy akár törpfogóvá is át lehetne változtatni. Ho-ho, drága kicsi tör, gyere ide hókuszbához. Hókuszpók. Nézd csak, cicus, nem sokára kiköt az a kis balga. Ha, most megvágy. Gyere vissza már, te ugromókus. Siess már, te haszontalan bolhafészek. Kapd el azt a törpet. Csak törpicúr, úgy tűnik ezzel elpártolt volna tőled a jó szerencse. Én pedig egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy megkaparintsam a törpöket. Átkutattuk az egész falut, törpapa, de törpicúr sehol sem találjuk. Ez csak egy dolgot jelenthet. Törpicúr valahogyan kijutott az erdőbe. Ugyan, törpapa? Manóba mászhatott ki törpicúr a járókából. Fogalmam sincs, okoska. Törpegek, lehet, hogy bajba keveredett. Én utálok bajba keveredni. Gyerünk, törpikeim, meg kell keresnünk őt, mielőtt még besötétedik. Helyes? Igen, úgy van, helyes. Ha valami baja esett szegény törpicúrnak, sosem fogom megbocsátani magamnak. Egy törpünk már van, cicuskám, és ennek a varázsgombának a segítségével most megkaparinthatjuk a többit is. Semmi sem lehetetlen, igaz? Igen, igen. Na mondj csak, hogy működik az az izé? Hogy akar? Ó, minek is vesztegetném az időm ezzel a taknyos kis babával. Na majd én egyedül kitalálom. Azt parancsolom, hogy változ törpfogó berendezésé. Törpfogóvá, egyedő! Ó, mi ez? Na majd kinyitom, és megnézem, hogy mi van benne. Jaj! Ne csináljuk a átokapavádóvány! Változ át! Nem hallod? Változ már át, te haszontalan gomba! Felejtsük el ezt a nyambat kis gombát, cicus. Jó lesz majd a törplevesbe ízesítőnek. Már csak néhány perc, sziam, jó, és már is felforrt a leves. Jaj, de jó! Mi ez? Mi ez? Mi ez? Azonnal gyere vissza, te kis töpörödő törpörnök! Ez nem igazság, ezt a határtalan disznóságot! Bizony! Már alkonyodik, törpapa? Folytassuk a keresést, meg kell találnunk törpicúrt. Ne aggódj, törpapa, úgyis megtaláljuk a kis csavargót. Remélem. Úgy sincs értelme. Mi a
baj, törpszakál? Mondanom kell nektek valamit. Mit, törpszakál? Hát az a helyzet, hogy az a... Az, hogy a... Az a... He? Törpicúr! Szükség! Hála a törpedeknek, hogy jól vagy! Még sohasem örültem ennyire egy törpnek, kivéve magamat. Csak egyetlen dolgot mondtatok ennek a csintalan törpifjoncnak. Isten hozott végre itthon törpicúr. Adogóvája eszikot, jó. Mit akartál nekünk mondani, törpszakál? Kicsoda, én? A törpvilágon semmi, törppapa. Fárasztó napja lehetett a kis csavargónak. Úgy ám, törpszakál, és már régen ágyban a helye. Én ezt most inkább elteszem máshova. Fogalmam sincs, mit evett törpicúr ezen az öreg kacaton. Élénk képzeletüknek köszönhetően a törpifjoncok gyakran olyasmit is látnak, amit mi felnőttek nem. Tán sosem fogjuk megtudni, miért szerette ennyire ezt a játékot. Jó éjszakát, törpicúr! Szia!